Ha az ember egészséges, akkor képes arra, hogy foglalkozzon másokkal is, mert egy beteg ember az mivel foglalkozik? Magával. Így van. Így van. De hát ott is az kezdőd, ott kezdődik a dolog, hogy valakinek van-e betegségtudata. Mert rengeteg ember úgy megy el, ugye az azt jelenti, hogy meghal, hogy nem foglalkozik a betegségével semmit. Nem vesz róla tudomást. Ő rosszul érzi magát, de nem vesz arról tudomást, hogy beteg. Nem tesz azért, hogy meggyógyuljon. A betegség tudat azt jelenti, hogy teszek azért, hogy meggyógyuljak. Ezt jelenti a betegség tudat. Érted? Mert tudom, hogy beteg vagyok. És ha nincs betegség tudat, nincs gyógyulás. Érted? Mert az illető nem tesz semmit azért, hogy meggyógyuljon. A betegség tudat kell ahhoz, hogy az ember tegyen magáért, hogy meggyógyuljon. Világos ez? Jó, tehát lényeg az, hogy az ember magával, tehát mit csinál a betegség? Elveszi az energiát. Tehát attól, hogy valakinek nincs betegség tudata, nem tesz a saját egészségéért semmit, hogy kigyógyuljon a betegségből, attól mit fog tapasztalni? Azt, hogy nincs energiája, sokkal kevesebb az energiája, mint volt az akkor, amikor egészséges volt. Nem tud úgy működni az életében, mint mikor egészséges volt. Ezt fogja tapasztalni. Na most, ezáltal, ha nincs elég energiája, nem tud másokkal foglalkozni. Miért kellene, hogy másokkal foglalkozzon az ember? Mert az önmagad szeretete az kevés. Már az egy idő után önimádatba mehet át. Az azt jelenti, hogy ha te emberekkel foglalkozol, mert van elég energiád arra, hogy emberekkel foglalkozz, akkor szeretheted az embereket. És ha szereted az embereket, akkor szeretetet kapsz vissza. Világos ez? Ha szeretetet kapsz vissza, akkor jól fogod érezni magadat. Tehát adsz, kapsz.